A családban nem zenélt senki, se a szüleim. Valamikor 7 éves korom tájékán egyszer csak úgy eszembe jutott, és ezt a nagyapámmal mondtam el, vagy meséltem el, hogy nagyon-nagyon szeretnék én zeneiskolába menni. Ilyen 7 éves korma voltam. Először nem is a zeneiskolába mentem, hanem egy zenei általánosban nagyon szerettem énekelni, és még a mai napig is tudom, hogy a Kossuth nótát énekeltem el a felvételin, és fel is vettek ebbe a zenei általánosba. Akkoriban úgy gondoltam, hogy én nagyon szeretnék fuvolázni, na, ehhez képest furujázni vettek föl, utána klarinétoztam 3 évig, tehát még a fagotthoz igazából közöm se volt. És majd csak a felvétel után a konziban kezdtem el fagottozni, mert klarinétból csak egy hely volt, ketten voltunk felvételizők, és akkor kezdtem el végül is így a fagottozást szakközépiskolában. A csabai korziba jártam, ott kezdtem el fagottozni. Amikor elvégeztem az érettségi után, a debreceni főiskolára kerültem. Több kórusban is énekeltem ott. Egyrészt egy kamarakórusban, másrészt pedig a szolfés szakosoknak segítettünk, és a diplomakórusokban énekeltünk többen is. 95 óta tanítok itt, fagottot, blokkflőtét, kamarát. Nagyon-nagyon sok növendék fordult meg azóta a kezem alatt. Ki pályára állt, ki csak szereti a hangszert. A zenés színjátszás 98-tól megjelent az iskolában, ez szinte végig a mai napig aktív résztvevője vagyok. A másik a kórus éneklés, a zeneiskola volt kórusában, a Méhes Karban énekeltem nagyon sokáig. Van egy együttes, a Freestyle Chamber Orchestra, az egyik hely, ahol muzsikusként mutathatom meg magam. Hát igazából az elsődleges ebben az egész oktatásban az én meglátásom szerint maga a gyerek, akinek, vagy a növendék, akinek el kell valahonnan, valahová jutnia. És nagyon tetszik a mai zeneiskolai rendszerben az, hogy bárki hozzájuthat ezekhez a művészeti ágakhoz, és ha nem is ér el eredményt, de egy nagyon-nagyon jó zenehallgató lehet ezekből a gyerekekből.